elkészült a kerítés, kitisztították az egykori kis és nagy halastú medrét, építik a hidakat, és a frissen vetett fű is kell már a Fűzér-Radványi Károlyi Kastély parkjában. 2014 év elején kezdődött meg a történelmi kert rekonstrukciója, amint egy 100 hektáros terület legnagyobb részt az Észak-Erdő ZRT vagyon kezelésében áll. A helyreállítása a Forster Gyula Nemzeti Örökség Gazdálkodási és Szolgáltatási Központtal közösen elnyert, mintegy 250 millió forintos Európai Uniós támogatást tesz lehetőséget. A szándék volt rá egyrészt azért, hogy ezt az általunk vagyonkezelt külső parkrészt szebb formátumban tudjuk a közönségnek átadni, illetve azt gondoltuk, hogy a kormányzati szándék is egyre inkább az, hogy az erdők, az erdőgazdaság a közjólét fele forduljanak. Ez a pályázatnak a gondolata 2009 óta érlelődött a fejekben. Itt a Forster Központ elődje, az akkori műemlékek állami gondnoksága és az Észak-Erdő ZRT között született egy együttműködési megállapodás, aminek a keretében sikerült pályáznunk a Kastély Parknak a rekonstrukciójára, és már ez év elején elkezdődhettek a munkák. A Fűzér-Radványi Park neves hazai és nemzetközi kertészek, tájépítészek munkáját dicséri. A tönkrement tavak, a dombokra felfutó tisztások helyreállítása, az idős facsoportok kiszabadítása, a több kilométer sétaút helyreállítása a kerttervezők elképzeléseinek megfelelően valósul meg, de egyben visszatükrözi majd a közel két évszázados park történetét. A megmaradt értékeket veszük figyelembe, a használhatóság és a megtarthatóság kritériumainak a figyelembevételével. Elbontottuk az 1937-ben épült medencét, de meghagyjuk a partján az 1937-ben épült strandházat, mint egy kerti pavilont, amely a 1800-as évek első felében már létezett kerti tóban, és most rekonstruált kerti tóban fog tükröződni, és a kastélyból is egy szép látványelem lesz. Tehát nagyon sok olyan megoldás lesz, ami hibrid, de azt hiszem, hogy az alapja az, hogy ami megtartható, megtartjuk, ami helyreállítható, helyreállítjuk, minden ilyen kérdést megmagyaráz. Az országos természetvédelmi oltalom alatt álló történelmi kert a helyreállítást követően hajdani szépségében fogadja majd a látogatókat, egy, de akár több napos kikapcsolódást is biztosítva számukra. Nézzünk szét hazánk egyik legkülönlegesebb klímájú és hangulatú, hatalmas tájképi angol kertjében, amit harmadik Napóleon főkertésze tervezett meg. A több mint 100 hektáros hatalmas park, ami csak több órás sétával járható be, szinte belevész a környék erdőségeibe. A ma ketté osztott park kastély körüli területét a 19. század közepén ültették. Ebből az időből való a patak partján álló két óriási platánfa is, amelyek az ország legnagyobb példányai közé tartoznak. A park külső részét a 19.-20. század fordulóján ültették be változatos összetételű fenyőcsoportokkal. A kastély déli homlokzata előtt ekkor készült a teraszos francia kert, ahonnan csodálatos panoráma tárul a látogatók elé. A 30-as évek végén Európa szerte híres volt, talán nem véletlenül. Az akkor luxusszállodaként működő épület körül fürdőház és úszómedence, nagy csónakázótó, golfpálya és több kilométernyi kocsin vagy lóháton is kényelmesen járható sétaút szolgálta a vendégek kényelmét. Az államosítás után a park nagyobbik külső része erdészeti kezelésbe került, ma már a park védett. Különleges lakóit, a vén faóriásokat, a terebélyes hárst, a több törzsű tulipánfát, a piramis törgyet bárki megtekintheti.